Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Mondjuk el az Om Nám mantrát 7-szer. Om Nám. Om Nám. Köszönöm szépen. Kezdők és haladók egy teremben ülnek, akik életükben először járnak a templomba, és akik már évek óta most egyszerre halljátok ezt a tanítást. És a jó hírem az, hogy mindenki kezdő. De van, aki már kezdőbb a kezdőnél. És az, hogy te mennyire vagy itt ebben a pillanatban, az az egyetlen egy ismérve annak, hogy hogyan gyakorolsz. Teljesen mindegy, hogy milyen karmát hoztál be, magyart, külföldit, férfit, nőit, fiatalt, öreget, reményteljeset, elcsüggettet, válságosat, harmonikusat, teljesen mindegy. Van egy ilyen mondás, hogy mindegy, hogy démon vagy angyal, de ami visszahoz ebbe a pillanatba, az a tanítód. Ez az emberre is igaz. Néha a barátaid segítenek, néha az ellenségeid. De ki az, aki tényleg betölti azt az űrt, ami benned van, vagy kiveszi belőled azt a felesleget, ami már régóta kikívánkozik? Ki az, aki tényleg a tanítóddá válik? Az, hogyha a saját karmádat meg tudod haladni, az azt jelenti, hogy a mintázataidat már nem kényszerből ismétled. Látva, teremtve vagy újra teremtve, mások segítsége és magad megszabadulása egy azon pillanatban, egy térben megvalósul. A gyakorlat elképzelhetetlenül egyszerű. Miért beszélünk róla ennyit, különösen a világnak ebben a szegletében? Azért, mert az intellektus annyit kételkedik, az érzelmeink olyan sokszínűek, az identitásunk annyiféleképpen megfogalmazható, hogy nem hisszük el, hogy ennyire egyszerű. Nem hisszük el, hogy semmi más nem kell hozzá, csak ez. Tehát ha ezt a pillanatot tisztán hallod, akkor ezt a hangot is tisztán hallod. Ha ezt a pillanatot tisztán látod, akkor ezt a botot is tisztán látod. Ahogy a Csak láss című költeményben mondja Sung Sen Zen mester, már tisztán látsz, már tisztán hallasz. Ez a bot, a hangja és te azonos vagy különböző? Ha azt mondod azonos, 30 ütést kapsz. Ha azt mondod különböző, akkor is. Ha a zeneinterjúra jössz, akkor megtalálod a helyes választ. Lehet, hogy már tudod. De ha így véled, akkor gyere be és küzdj. Küzdj az éberségért, küzdj a téves nézetek leküzdéséért, küzdj a ragaszkodások meghaladásáért, küzdj a hamis önképek levetéséért, és ekkor eléred az utat. Az utat, ami mindig ide-vissza vezet. Úgyhogy, ha ebben segíthetek bárkinek, akkor tegyétek fel a kérdéseiteket. Hogyan találom meg, vagy választom ki azt a hivatást, amit csinálni szeretnék egy életen keresztül? Tiszta tudattal megkérdezed magadban, mi a dolgom? És arra előbb-utóbb jön egy olyan válasz, ami nem mozdul el a kérdés mellől.
Ha tényleg meglátod, hogy miért születtél ide le, és milyen karmát hoztál, akkor azt is tudod, hogy mi a dolgod. Ez nem azt jelenti, hogy mechanikusan megismétled azt, ami ide lehozott. Ez egyes esetekben túl jó, más esetekben túl rossz lenne. De ha rálátsz erre a mintázatra, erre a karmára, ami belül van, akkor választhatsz. Ha nem látsz rá, akkor ez ural téged. Onnan tudod, hogy ural a karmád, hogy hirtelen azt mondod, nem tehettem mást. Nem volt választási lehetőségem. Én csak ezt tehettem. Én csak ez lehetek. Na, ekkor nincs látás, nincs tér, nincs tükör. És innentől kezdve az a dolgod, hogy azt, ami lehozott ide, ami a szüleidhez hozott születés előtt, azt a karmát jól látod. És ebből kiindulsz. Ezen tudsz változtatni a gyakorlat segítségével. Meghaladni meg tudod, átalakítani át tudod, de meg nem történté tenni nem lehet. Úgy tenni, hogy nem létezik, az sem lehet. Úgy tenni, hogy csak az létezik, az lehet, de nem érdemes. Mert akkor beteszed magadat a karmád börtönébe. Úgyhogy haladj a kérdés útján, mert a kérdés kinyitja a tudatot. Mi a dolgom? Az elvonulásnak ez a napi rendje, ami néha úgy érzek, hogy megy, néha kicsit nem, néha szigorú, néha rutinszerű, hogy ez hogy támogatja a megtisztulást, a fejlődést, ezt a belső munkát? Javaslok egy látogatást az autómosóba. És nézd meg, hogy ez a program hogyan támogatja a járműved megtisztulását. Előmosás, kefésmosás, bogároldás, ugye? Ez az első blokk. Lehet öblítés, viaszos öblítés, alvázmosás, kerékmosás, szárító, légáramlat. Na most, akik az autómosó programokat összeállították, pontosan tudták, hogy mi kell annak a járműnek, hogy az megtisztuljon. Amit mi csinálunk, az egy 1700 éves koreai mosóprogram. Volt idő dolgozni rajta, hidd el. Egy kis leborulás, kis éneklés, ülőmeditáció, munka, megforgatjuk a karmát egy kicsit a tevékenységgel, utána megint ülünk egy kicsikét, éneklünk, nagyon jól ki van ez dolgozva, hogy a nap végére te teljesen kiszáradjál, és úgy menjél aludni, hogy el se tudod képzelni, hogy másnap reggel fél ötkor hogy fogsz fölkelni, de fölkelsz. Sőt, vannak, akik korábban, és további önként vállalt gyakorlatot végeznek még az éneklés előtt. És ez nagyon jó. Ez kitűnő. Érezd a hatását. Hát az a jó, hogy az autómosó az vélemény független, ha jól csinálod, lejön a szutyok a járműről, ha hanyag vagy, akkor nem, akármilyen programot futtatsz. Csak az, hogy te itt végigülöd, végigborulod, végigénekled, abból még önmagában nem következik semmi. Van egy ilyen koanunk, ez a Détong Jisong. Ez az ember két mahakalpán át ült a meditációs teremben, és nem ért el a megvilágosodást. Miért? Mert nem akarta. Tehát, hogyha itt valaki csak a formát gyakorolja, mint a gép, akkor a tartalom, a természetünk, a felébredett mi voltunk, na az soha nem lesz, akkor egy zen gép leszel. Ha valaki csak a tartalmat szeretné, és a formát nem vállalja, akkor úton útfélen mindenkinek hirdeti azt, amit el sem ért. Mert nem látja a formát. Ha a tartalom és a forma együtt van, amelyet egyébként a hagyomány tanít, akkor élettel telik meg a rutin, és az életet valami mederben tartja. Ez az üzemanyag és a motor együtthatása. Üzemanyag nélkül a motor nem indul be, és motor nélkül az üzemanyag haszontalanul elég egy boldog szikra nyomán. Tehát ha úgy érzed, hogy ez rutinszerű, akkor még igazából nem nyíltál ki a gyakorlat felé, és nem engedted, hogy a karma és a dharma találkozzék. Ha ezt megengeded, soha nem fogsz unatkozni. Soha. Azt szoktad mondani, hogy a leborulás a jéghegy légkalapácsa.
azzal tudjuk a legjobban széttörni a karmánkat. Jégtörő hajót szoktam mondani, mert egy jéghegyen légkalapáccsal dolgozni életveszélyes. Ezt te szoktad. Szuper. A lényeg az, hogy az ülő meditáció az pedig csak a szél, ami felszárítja a már megolvadt... Amely elfújja a felhőket, a vízpárát. És a köztes lépést ne hagyjuk ki, az ez pedig a mantra praxis, amelyik a feltört jeget, a jégkásás vizet forráspontig hevíti, és elpárologtatja. Így áll ez össze, egy így, teljes vízkörforgás. Így szép ez, igen, és az lenne a kérdésem, hogy viszont itt a legtöbbet ülő meditációval foglalkozunk. Így van. És miért olyan fontos ez mégis, fontosabb, mint az ének, mivel sokkal kevesebb idő intervallumot töltünk vele, és hát a leborulás pedig abszolút ránk van bízva, hogy bizony. Mennyit csinálunk belőle. Hogyha valaki egy jéghegyet fújkál egész nap, akkor rájön, hogy milyen fontos a jégtörő. Ha valaki egy ilyen kis házi gázégővel szeretne egy jégmezőt felolvasztani, akkor látja, hogy mennyire fontos a víz fölmelegítése. Tehát nem azért ülünk, hogy a szünetbe te utána aludjál, vagy olvassál, vagy uram, bocsán, beszélgess. Az ülés alatt te rájössz, hogy ez így önmagában elégtelen. Viszont nélkülözhetetlen. Nélkülözhetetlen, mert hogyha a finom percepció nem alakul ki, akkor te csak mozgásban és tudattárgyal, tehát leborulás és mantra közben tudsz középen maradni és létezni. Az ülés az egy nagyon-nagyon fontos tükörbenézés, mert ott nem mozduló test, nem mozduló energia és nem mozduló elme a cél. A legnehezebb. És erre az előmunkálat, a leborulás, a rásegítés a mantra, főleg az elején, amikor hát olyan tudattartalmakkal tud az ember szembenézni az első 2-3 évben, hogy a haja kihullik. Nem mindenkinek, ne aggódj. Van, akinek csak olyan stuccolt lesz. Már különben nem bírná, tehát állandóan. Kész. Úgyhogy ezek a gyakorlatok, amikor főleg fizikummal és az energia megforgatásával egy kicsikét kimosod a karmádat, vagy pedig a mantrával az elmét szándékosan elárasztod, hogy ne a saját karmád érvényesüljön, az segíti elő, hogy az ülés alatt már ne legyen olyan elképesztően kemény a tapasztalás. És itt nem arról beszélek, hogy uram, bocsá, végültél egy nagyon picit, mondjuk egy 20 percet, és nem történt semmi, akkor neked a zen az üres, nem működik. Hát ezért ülünk mi többet, hogy egy kicsikét a tudatküszöb alól elkezdjen a karmát fölfelé bugyborékolni, ahogy azt egyen-ketten nagyon szeretik, és akkor látod azt, hogy mi mindent viszel a hátizsákban. Megszakadsz alatta, de nem látod. Mi lenne, hogyha lemernéd venni a hátizsákot, és magad elé tennéd, és legalább ami a felső traktusban van, azt egy kicsit tudatosítanád, és elkezdenéd mondjuk kiszelektálni a tartalmát. Ha nem azonosulsz a karmáddal, akkor minden egyes gondolatod, érzelmed, tetted, szavad, az cserélhető. Cserélhető valami jobbra, valami helyesebbre. És akkor másképp fogsz élni. Másképp fogsz dönteni. Úgyhogy nagyon fontos mind a három gyakorlattípus, de ne feledjük el a munkát, az anyagi kreativitást, karbantartást, néha akkora felüdülés fát vágni. Látom, amikor Gyuri így fogja, és így teljes erővel reggelenként, és a segítők, az annyira lélektisztító tud lenni, mert a fejszével és a baltával csinálod azt, amit mással megtennél, kőkemény, te. Biztos, hogy nagyon transformatív és nagyon-nagyon komoly. A másik, az ötödik, az pedig a koan praxis, ami ugye szembenállást gyakorolja, illetve szembenülést. És ugye egy szembenállásból lesz-e konfliktus, a konfliktusban nyersz-e vagy veszítesz-e, lesz-e harmónia, azt nem lehet tudni, az mindig az adott pillanatban dől el. Tehát a zen az olyan gyakorlat, hogy egy tárgyra ebből az öt irányból
áramlik a fény. Nem marad árnyék előbb-utóbb, ha hagyod. Köszönöm. Szívesen. Az lenne a kérdésem, hogy a mi ez kérdés gyakorlása közben tapasztaltakról volt egy olyan érzésem, hogy mintha egy mázsás súly lenne a mellkasomon, meg szúró fájdalom, ami mintha egészen a szívemig elment volna. De érdekes mód így egy kép nem úszott be, ami kiváltotta volna, hanem csak így jött az érzés, és nem tudom, hogy ez így hova tovább. Tehát, hogy ez majd így a gyakorlások során egyszer csak a felszínre fog bukni, vagy... Nem tudjuk. Egyáltalán nem tudjuk, miért, mert nem fontos. Ami fontos, hogy ez a jelenség sor, amit elmondtál, tisztán jelzi, hogy te gyakorolsz. És ez nagyon jó. Ha nem lenne ez az átalakuló érzés, akkor nem gyakorolnál, hanem valahol sepregetnél kint az udvarban mentálisan. Tehát kimennél innen a terembe, és nem befelé mennél. A kérdés mindig befelé szól, nem kifelé. Amikor ez megtörténik veled, akkor a jelenségeket engedd el, mert azok jönnek és mennek, megjelennek és eltűnnek. És mi nem azt keressük, ami megjelenik és eltűnik, hanem a kérdés nyomán megtapasztalhatjuk azt, ami nem jelenik meg és nem tűnik el. Ami ehhez képest mozdulatlan. És lát. Ez az az érdekes, hogy nem egy személy, nem több személy, de nem is személytelen. Nem tudjuk, hogy mi az. Nem lehet rá nevet és formát aggatni. De ez az, ami benned kimondja azt, hogy én. Ez az, ami lát a szemeddel, hall a füleddel, ami látja a lelkedet és látja a testedet. Tehát a kérdéshez térünk vissza. Az, hogy ezen jelenségek még képanyaggal is járnak, Uram Isten, ez nem fontos. Ha jön, akkor képregény, átforgatjuk az oldalt, és amikor végére értünk, akkor betesszük a mély könyvtárba, hogy ezt is már elolvastuk. Tehát a kérdéshez térünk vissza, mert a kérdés ebben a pillanatban kinyitja a tudatot, a karmánk meg hát előbb-utóbb megszűnik eldugítani, betölteni. És hogyha a tudatban van tér és van tükör, akkor mindig van választási lehetőséged. Innen tudod, hogy gyakorolsz, egy kicsikét tágasabb, téresebb érzés van. Utána ez, amit mondtál, ez nagyon jó. Ez nagyon rendben van. De a jelenségeket elengedjük, mert nem azokat keressük, és ezek maguktól a helyükre kerülnek, csak azért, mert megláttad. Csak azért, mert rátekintettél, és az ilyenségét tapasztaltad. Leválasztottad a saját tudati tevékenységedről. Az elméd már nem azonosítja az ő jó vagy rossz gondolatát a másik emberrel vagy a tudattárgyával. Mert látod, hogy hogy teremted a világot. És a kérdés, ez megszűnik projektálni. Az elmét megtanítja arra, hogy te ne tedd hozzá a saját ideádat, illúziódat, hanem lásd úgy a világot, ahogy van, a másik embert is, ahogy van. És ekkor az ok és okozat működése feltárul előtted. Azért mondom ezt ilyen részletesen, mert tényleg az út kezdetén vagy, és tudd azt, hogy jó irányba indultál. De azt, hogy most megszámoljuk a konyhai szemétben a különböző zöldséghéjakat, avagy pedig átkötjük a spárgával és betesszük a kukába, teljesen mindegy. Minél kevesebbet szöszölünk a karmákkal, annál hamarabb elmegy. Viszont, hogyha nem foglalkoztál vele eleget, akkor visszajön. Tehát engedd a helyére kerülni, ahogy egy összerakós játéknak, magyarul puzzle, a darabjai szépen a helyükre tudnak kerülni, mert látod az egész képet. A karmát nem taszítjuk és nem vonzuk. Nem elemezzük és nem is vakulunk meg. És így a látás általi megszabadulás megtörténik, ez a spontán öntisztulása a léleknek. És a mindennapi meditációval ezt el lehet érni. Úgy köszönöm, hogy gyakorolsz. Köszönöm szépen. Szívesen. A tisztánlátás között, és az, hogy tapasztalom azt, hogy valahogy haladok egy úton, amit időnként jónak érzek, és aztán történik valami, vagy egyszer csak rálátok arra, hogy mégsem jó.
És néha teljesen elvesztettem a fonalat, hogy melyik a jó. Hogy most én is elvesztettem a fonalat. Ha jó, az, hogyha látom. Annyi szó volt, jó meg rossz, hát mi történik itt? Igen, hogy melyik ugye? A jó ez? Teljesen zavar vettem. Hogyha a tudat le tud egyszerűsödni, és le tud tisztulni, akkor Ariadné fonalát tartod a kezedben. Ariadné, ugye, az a bodhiszattvikus görög istennő, aki Tézeuszt kisegíti a Minotaurus labirintusából. Hát ennek a hasonlatnak nagyon nagy értéke van szellemiségünkben, ugyanis amikor te rájössz, hogy egy labirintusban oldalazol, forgolódsz, keresed a kiutat, és valójában csak a szörnytől félsz, amelyik a... Akkor nem látok tisztán? Én nem tudom. Tehát ez az, hogy mikor lát az ember tisztán, hogyha azt látja, hogy nem milyen jó úton halad? Milyen színű ez a bot? Olyan. Most okos vagy. Én arra kérlek, hogy láss tisztán. Barna. Milyen színű ez a bot? Barna. Barna. Ez nagyon jó. Egyetlen pillanat alatt kikerültél a Minotaurus labirintusából. Tisztán látsz, tisztán hallasz, tisztán vagy jelen. Amikor szétbonyolítja az elme a valóság tapasztalatát, akkor az összes sötét karmánk egybegyúrva ott vár a labirintus közepén, és megesz. Viszont, hogyha mersz leegyszerűsödni és letisztulni, akkor ez a labirintus önmagában nem létezik. Tehát pillanatok alatt bele tudsz keveredni, ki tudsz jönni belőle. És nem téged minősítelek, csak a kérdésedet látom, hogy az első 10 másodpercben körülbelül 8 fordulat volt benne. Nagyon sok. Tehát az elméd elképesztően mozgékony. Ez nagyon jó. Csak ez a mozgékony elme a saját ragaszkodásaival úgy be tud bábozódni, mint a sejemhernyó. Láttad, hogy ezek a sejemhernyók hogyan bábozódnak be? Nagyon tanulságos. A sejemtermelők, vagy sejemhernyó tenyésztők, attól függ, honnan nézzük, ilyen rácsokba beleteszik a hernyókat, akik elkezdenek a rács falra így tapadni, először lassan, egyre gyorsabban, és mint sejemhernyó kiválasztják ezt a váladékot, amiből a sejem lesz. És akkor ezek szépen ezt a rácsot betöltik, és ebből lesz a sejemgubó. És a sejemgubóban vagy elpusztul a hernyó, vagy van egy kis luk rajta, és utána lepkeként onnan kimászik. Nagyon érdekes, hogy az ember vagy megtanulja meghaladni a karmáját, vagy belehal a saját ragaszkodásaiba, téves nézeteibe, a kényelmi zóna sejemgubójában ott van, és forog. És a kis nyálát rakja állandóan a kényelmi zóna szélére, és megerősíti a saját énélményét. Aztán, hogyha a transformációban ezt csak egy picit meghaladja, akkor kirágja ezt a gubot, és kiszáll rajta, mint a lepke. Ha meg nem, akkor ott pusztul. Úgyhogy egyszerű és tiszta tudattal ki lehet jönni, a bonyolult tudat pedig a saját szenvedését teremti. Miként tudom megkülönböztetni a megérzéseket az életemben a gondolatoktól, amiket így felruházok mondjuk egy felspanolt állapotban, hogy ez hú, nagyon jó lesz, aztán paf neki a falnak, vagy pedig annak, hogy lebeszélem magam pessimistaként, hogy ez úgysem lesz jó. És visszagondolva, most itt az elmúlt napokban például volt egy ilyen érzésem, hogy be kell kapcsolnom a telefont, és meg kell néznem, hogy ki hívott, miközben az összes elvonulás alkalmával mindig teljesen kikapcsolom. És nagyon jól tettem, hogy megtettem, mert hogyha hazamentem volna, akkor így erősen a nyakamba zúdultak volna olyan dolgok, amik nem kellettek volna, hogy megtörténjenek. De itt is az volt, hogy jött a megérzés, és utána jöttek megint a gondolatok, hogy á, nem, most csak kapcsolt ki ezt a telefont, aztán jól a megérzésben tettem. Nincs kétség. A gondolkodásban van. A gondolkodást meg tudod változtatni. A megérzés az ott van, legfeljebb elhallgattatni tudod. Az endben a Korn interjúk azért jók, mert ott a gondolkodás tényleg nem működik, tapasztaltad. De a megérzések, ha letisztulnak, akkor ilyen intuitív szikrákként szépen elkezdenek világítani, mint a kis Szent János bogarak a sötétben. És annak a fényénél megtalálod a megoldást. Ilyenkor a legjobb dolog az, hogy elvágod a gondolkodást, ezek már harmad-negyedleges reflexiók.
semmi közük a valósághoz, csak az elme be akarja tölteni azt a helyet, amit nem tud. Tér vissza az első megérzéshez. Még inkább ahhoz a nem tudhatóhoz, amelyből a primér intuitív megérzés jött. Utána pedig ne kételkedj benne, hanem lásd, hogy ez az ok és okozat mátrixában hogyan működik. Néha olyan megérzéseink vannak, hogy az összes hajunk égnek át tőle. De hogyha beleteszed az ok és okozat működésébe, akkor látszik, hogy esélyt kell ennek adni, még akkor is, ha nem érted. Az elmének a legzavaróbb dolog, hogyha nem ért valamit. Onnan tudod, hogy gondolkodsz, hogy érteni akarod, és ha nem érted, akkor frusztrálódsz. Ez biztos, hogy az elméd. A megérzés az olyan, hogy ha a mélyre nézel, ott nincs egy visszaigazoláskényszer, hogy neked igazad kell, hogy legyen. Megteszed, vagy nem? Ez a spontaneitással általában együtt van. Hogyha nem tudsz spontán lenni, akkor ezek a megérzések így elhalnak. Mert az elme átveszi ezt a nagyon szigorú, poroszos, tervező, tévonalazós tanárbácsi szerepét, hogy rossz, akkor büntetlek. Jó, megjutalmazlak. Az intuícióban nincs ilyen. Mutatja az utat, ha tiszta a tudatod. Ha meg nem, akkor csak a karmát pattant egy szikrát. Mindig lásd, hogy milyen irányba visz. Onnan dől el, hogy jól látsz vagy sem. Kivé válsz azáltal, hogy végrehajtod. Onnan dől el, hogy a karmád szólt vissza egyet, vagy az intuíciód. Az intuitív tudat automatikusan betartja az íratlan törvényeket, mert az egészből származik. A teljesség egyik megnyilatkozása számodra. Hogyha kockázatos, ha törvényellenes, írott vagy íratlan szabályokat áthágó, biztos, hogy a karmád. Biztos. Úgyhogy nagyon jól lehet látni, meg kell tanulni, megkülönböztetni. Alapvetően a tudatban egy sokkal finomabb jeltartomány az intuíció és a megérzés, és egy sokkal durvább, sarkosabb valami a racionális gondolkodás, és sokkal tüzesebb az érzelem. Ezek eltérő hőfokok, eltérő hullámosszak. És a meditációban nagyon jól meg lehet látni, hogy mi az, ami éppen szól benned, vagy mutatkozik benned. Jó? Nagyon köszönöm. Szívesen. Előbb, ahogy válaszoltál, hogy a formát is, a tartalmat is gyakorolni kell. És jó, ez a kettő így együtt, tehát ennek külön. Jól emlékszel, igen. Ezt mondtam. Köszönöm. Hogy úgy érzem, hogy... Köszönjél semmit. Tessék, mondját. Úgy érzem, hogy jobban gyakorlom a formát, mint a tartalmat. És hogy tudom megengedni azt magamnak, hogy jobban gyakorolassam a tartalmat. Bátorság. Tehát ez bátorság kell, hogy azt az okos elmét hatályon kívül helyezd. Mert ha nem, akkor a saját értelmi komfortzónádon belül maradsz, magyarul mindent megcsinálsz, amit értesz, aminek látod az okát. És ha ezen nem tudsz túllendülni, akkor nem fogod meghaladni a saját karmádat. Tehát a nagy bátorsághoz kell még két útítás, az egyik a nagy kérdés. A nagy kérdés az tényleg az, hogy mi ez. És ebből lesz, mint tapasztalat, a nagy hit. Hát a nagy hit az azért fontos, mert csak transzcendens tapasztalaton helyes, meghaladó bölcsességen alapszik. Nagy hit nem azért nagy, mert hatalmas egoitás áll mögötte, és akkor csak neked van igazad, és karizmatikusan letarolod a földet, tehát ez nem erről szól. Ez teljesen más. A nagy hit az nagyon csendes és nagyon nyugodt, de mozdíthatatlan, mert az egyéválláson alapszik. A kérdés helyes gyakorlásán alapszik. És ha a nagy kérdés és a nagy hit így egymásban van, akkor abból van egy magamutogatás nélküli, bizonyítási vágy nélküli bátorság. Ez a bátorság enged túllendülni az addigi énségeden, az addigi identitásaidon. És hogyha mersz ebben a nem tudhatóban megmaradni, akkor haladsz.
Ha nem mozdulsz, akkor előrelépsz. Azt hiszem, értem. Ne, kérlek, ne értsd. Ne? Hát, akkor nem értem. Már haladás. Aztán ezt a nem értést tessék nagyon jól felhasználni később, jó? Jó, köszönöm. Szívesen. A harcművészetről szeretnélek kérdezni. Két hónapja a Kjolcse megnyitón találkoztam Szifúval. Ennek eredményeképpen 3 hete már kungfura járok. És az a két kérdésem lenne, hogy hogy segíthet a belső harcomon egy ilyen harcművészet, illetve hogy honnan tudom, hogy ez az én utam, mert igazából én nem vagyok egy harcos archetípus, és nem tudom, hogy tényleg ez kellene nekem, nem tudnék megütni senkit, de hogy jó szerintem úton járok. Szerintem Szifu ezt nagyon-nagyon jól megtanítja neked, eléggé közvetlen a stílusa, és jó az edzésmódszere, és ott nem csak külső harc van, hanem belső. Mint ahogy itt nem csak belső harc van, hanem egy kicsikét külső is, amikor szembe ülsz a tanítóval, és mentálisan kell harcolni. Amikor ott az ellenféllel ugye harc van, akkor adsz és kapsz ütést. Ez minden ember életében van. Van, aki fizikailag, hölgyek általában érzelmileg és territoriálisan, a férfiak még az értelmükkel rákevernek egy kicsit, de harc van miért? Mert mindenki szaporodni, túlélni, birtokolni akar. Érted? És hogy ezt milyen fokon, milyen mértékben, milyen önzéssel teszi, az már egyéni beállítódás, felébredettség kérdése. De hogy megtesszük, az biztos. Tehát az, hogy te milyen irányban haladsz, azt látni fogjuk, amikor belépsz a kung fu terembe, és szembeállsz az ellenféllel, vagy végrehajtod a formát, illetve amikor bejössz az interjú szobába, szembeülsz a tanítóval, és nem tudsz készülni semmire. Ott helyben kapsz egy koant, és hogyha tudod, akkor nagyon jó, és jön a következő koan, ha pedig nem tudod, akkor a házi feladat boldog tudatával kilépsz onnan. Melyik az a harc, amelyik feleslegessé teszi önmagát? Az fogja a belső békét elhozni. Melyik az a praxis, amely a gondolkodást, ami odáig vitt, feleslegessé teszi? Az fog felébredést hozni. Ezt az irányt javaslom. Köszönöm. Szívesen. A meditációban a fizikai fájdalmat olyan mértékben tudom magamba fölnagyítani, vagy megélni, hogy elbukom is. Nem érzem, hogy nincs elég erőm hozzá. A kérdés az az, hogy ezt én csinálom, ez a karmám, vagy ez meg lehet haladni, vagy mind a három egyszerre, ne is folytass tovább. Ezt te csinálod, ez a karmád, és ezt meg lehet haladni. Tehát legyél szíves a lélegzetedet figyelni, és közd össze a fájó testrésszel, hogyha a lélegzet hatására a fájdalom elmúlik, akkor azt az elméd okozta nagy részt. Hogyha a lélegzet hatására nem múlik el a fájdalom, akkor túlülted magad, merev a térded, be van kötve a derekad, akkor föl kell állni egy kicsit, vagy kimenni, annyit ne menjél ki, amint amennyire fáj. Kicsit fölveszed a térdedet, és akkor enyhülni fog a fájdalom. Ez nem az az iskola, ahol a fizikai kínzatástól leszelte valaki. Jó? Tehát itt a testnek munkája van, el kell végezni a feladatot, előbb-utóbb hozzászokik. Amíg nem, addig 3 dolog nagyon fontos. Igyál. Vizet. Eleget. 2. Mozgasd meg a testet, ha kell naponta többször. A szünetek ezért vannak, hogy akár leborulással, akár sétával ezt te megteheted. És a harmadik pedig a nyújtás, tehát kellően nyújtani az inszalagokat, ízületeket kicsit föllazítani, izmokat megnyújtani, azért, hogy áramoljék az energia, görcsök egy része elmenjen. Tehát a kellő folyadékbevitel, kellő mozgás per erőnlét, és a kellő nyújtás per lazítás, ez a 3 kell ahhoz, hogy a tested a lehető legkevesebbet fájjon. Jó? Hétköznapokban ezt a tiszta tudatot hogy lehet fenntartani? Tehát innen kimegy az ember hétköznapi életbe is, ugye ritkán tud ide visszajönni, legalábbis én, hogy ezt a mindennapokban elérni. Hogy szoktuk a testünk tisztaságát fenntartani?
megfürdünk. Milyen gyakran? Minimum naponta. Hát minimum naponta, de van, amikor naponta kétszer is, úgy reggel, meg este. De a lényeg az, hogy ha a testet ilyen gyakran tisztán kell tartani, akkor gondold el, hogy a tudat mennyi tisztántartást kíván. Ez egy jóval egyszerűbb szerkezet, mint az a lélek, ami ezt az egészet hordozza. Tehát a lélektudatosság folyamatos megtartása, a pillanatban való tiszta, tükörszerű, térszerű tudat megtartása, az a tisztántartás állapota, a karbantartás művelete. Ha csak gondolkodsz a karmádon, elemzed, csűrölgeted, öntöd az egyik én edényből a másikba, az nem tisztántartás. Az mentális tetris. Megpróbálod kicsikét elviselhetőbbre konfigurálni magadat. De az nem jelenti azt, hogy te ettől jobban látod, hogy éppen kinek képzeled ezt az identitást. Milyen karmát teszel bele. Tehát a nem mozduló test, nem mozduló energia, nem mozduló gondolat, a nem duális állapot, ez adja azt a tükröt, amire szükség van. Ezt formálisan, ahol a tartalom és a forma csak erről szól, érdemes naponta kétszer megcsinálni. Rögtön reggel először, aztán este úgy nagyjából utolsó mozzanatként. Amennyi időt szánsz rá, amennyi energiát beleteszel, annyi hozadéka lesz. Ezért is szoktunk így szervízre visszajönni, de a nagy jármű zen remízébe, ahol kellőképpen közös erőfeszítéssel ezt a munkát elvégezhetjük. Egy sikeres gyakorlatnak így a kapcsolati karma szintjén három alapvető ismérve van. Egy, az egyéni gyakorlat odahaza. Kettő, a kiscsoportos, kisközösségi gyakorlat helyben vagy pár kilométerre tőled. És a harmadik, a nagyközösségi templomi gyakorlat, amikor minden korábbi komfortzónának vége, és egy olyan helyre jössz, ahol csak ezt csináljuk. Erre van kitalálva az egész. Így tudod tisztán tartani a tudatot, és ezt onnan veszed észre, hogy önminősítés nélkül kevesebb hibát követsz el. Önkorlátozás nélkül ismered a határaidat. Különböző cafrangos, bonyolult motiváció nélkül spontán tudsz segíteni minden lényt, akkor és ahogy kell. Szívesen. Hogyan tudok úgy önzetlenül cselekedni, hogy ne legyen belőle önfeláldozás? Úgyhogy nem azonosulsz a cselekvéssel. Tehát egy kiürített én és az azzal való azonosulás, az egy olyasféle önfeláldozó mozdulat, amelyben a következő én mag ott van. Ott van, mert én feláldoztam magam, és ez a rendkívül magas rendű én a mágia hamuiból újra teremti önmagát. Ahol egy olyan karmát visz még tovább, vagy vesz később magára, amelyből szintén csak önfeláldozás útján tud megszabadulni. És ez pedig hosszú távon terméketlen. Az önzetlen cselekvés, abban nincs én. Ott nem az van, hogy én feláldozom magam. Az önzetlenség az, hogyha szükséged van rá, adok. Ha nincs szükséged rá, nem adok. De az önfeláldozáshoz ragaszkodó ember mindenképp meg akar halni, látványosan. Mások előtt, másokért. Az önzetlenben nincs ilyen ambíció. Meg tud maradni a teljes nem cselekvés, nem én állapotában. Ha túl kell élni valakiért valamit, megteszi. Ha harcolni kell valakiért, megteszi. De ha meg kell halni valakiért, azt ugyanúgy megteszi. Ezért más. Az lenne a kérdésem, hogy mi a pánikbetegség, és hogy lehet ellene tenni, vagy mi az, ami előhozza? Krónikus félelem, tehát amikor nem tudsz a félelemtől megszabadulni, és ez már testesül is, és akkor a remegéstől a rohanásig a teljes szétesésig minden van. Egyszerűen azért, mert a tudat nem bírja a terhelést, és inkább szétesik, de nem akar szembenézni vele. És az első dolog az, hogy mersz szembefordulni a pánik vagy a félelem tárgyával. Ilyenkor van annak a kérdésnek óriási ereje, hogy mi ez. Ez egy tárgyas mi ez. Hát épp szétpattanni, szétrobbanni készülsz, összeesni, összerogyni készülsz,
és látod, hogy az a remegő káosz benned, ami éppen eluralkodik rajtad, az még látható, még kezelhető. Egy módon, hogy egy távolságot építesz be közéd és a pánik működése közé. Ezt a kérdéssel teheted meg, mert hogyha te rá tudsz kérdezni, és rá tudsz látni, akkor nem takarod le vele így a szemedet, tudjuk, hogy nem szándékosan, de akkor is megtörténik, mert ez a habitus már gyökeret vert, azért van pánik, mert ez már gyökeresen ott van a tudatban. Hát, hogyha karmával letakarom a szememet, nem látom, és a karma ural. Ha felteszem a kérdést, hogy mi ez, akkor már van egy távolság, már van mozgástér, egy pici, nem sok, de egy pici van. És a mi ez kérdéssel egy olyan távolságot tudsz felépíteni, amiben már a többi gyakorlat is, mint leborulás, mantra és egyéb belekezd férni. És akkor elkezdett törni, hevíteni, porítani ezt a karmát, és folyamatosan tartod a kérdést, hogy mi ez. És minden karma mulandó, minden karma, valamely más karma függvénye. És éppen ezért egyszer megláthatod, hogyha ezt a kérdést kiterjeszted, hogy mi ez, honnan jön, és megmutatja a forrását. A pániknál és egyéb félelem alapú tudatállapotoknál a legszomorúbb az, hogy ez nem világos. És általában félelemből valami mást, valami hamisat helyettesítünk be a félelem forrásához, nem az igazi okát. Mert félünk meglátni az okát a félelemnek. Mert pánikban vagyunk attól, hogy a pánik valódi okát meglátjuk. És amikor te erre kész vagy, hogy ezt meglátod, akármilyen is, akkor már csökken ennek az ereje. Már a látás általi megszabadulás elindult. Akkor elérsz a nem azonosulás állapotába, és mivel minden karma a tudat által teremtett, ezért, ha nem azonosulsz egy karmával, akkor a benne való hitet nullára írtad. Nem hiszel benne többet. Nem azonosulsz vele többet. És akkor el tud porladni. Meg tud szűnni. Onnan tudod, hogy az energiája felszabadul, amely már nem ugyanabba az irányba visz, mert megváltoztattad a hozzáállásodat, megszüntetted az azonosulásodat, már nem hiszel benne, és ezért a felszabaduló energiát másra tudod fordítani. Én kívánom azt, hogy mindannyian lássunk rá könnyű és nehéz karmáinkra egyaránt, gyakoroljunk együtt, minél többet, és egy felébredettebb tudatállapottal, megfelelő helyzetfelismeréssel, kapcsolatteremtéssel és együttműködéssel segítsünk másokon és magunkon egyaránt. Köszönöm a figyelmet!